A Grand Theft Auto, vagy csak egyszerűen GTA, már évtizedek óta a gaming világ egyik meghatározó szereplője. Generációk nőttek fel a különböző epizódokon. Sokunknak, ha meglátunk egy világos kék Hawaii mintás inget, akkor rögtön eszünkbe jut Tommy Vercetti. Ha meghalljuk azt a mondatot, hogy Oh shit, here we go again. Akkor egyből beugrik a kis utca, aminek a végén ott vár minket egy bicikli. A fiatalabb generáció pedig a GTA online szerverein tanulta meg, hogy mit is jelent az, hogy RP. Viszont már 10 éve, hogy az utolsó epizód landolt a virtuális polcokon. Ergo a közösség már évek óta pletykál azon, hogy mikor és mi jöhet a hatodik részben. Idén a Rockstar is elkezdett infókat csöpögtetni ezzel kapcsolatban, ami csak olaj volt a tűzre. Öveket becsatolni, itt az ideje belevetni magunkat a híresztelések és a félig legit pletykák tengerébe. Tartsatok velünk! Az egyik legforróbb téma a közösségben szinte mindig a térkép. Vice City, Los Santos, Liberty City vagy San Fierro tagadhatatlanul beleégett a tudatunkba. Hogy lehetne ezeket felülmúlni? Van olyan leak, ami azt sugallja, hogy egy nagyon nagy régió lesz, benne minden ikonikus helyszínnel. Pár héttel ezelőtt még egy kép is körben nyargalta a közösséget, ami ezt a teóriát támasztotta alá. Persze az sem kizárt, hogy végre egy kicsit kiszakadunk az amerikai kontinensről. Benne van, hogy a cél most Tokió lesz, vagy akár még Londonba is kiruccanhatunk, sőt olyan pletykák is felröppentek, hogy akár a bolygót is bejárhatjuk majd, és különböző országokban, városokban építjük majd a bűnöző karrierünket. Sam Hauser, a játék egyik atya szerint minden új játékban lehetőséget kapunk, hogy feszegessük a határokat. Reméljük, ez a mantra megmarad most is. Persze nem csak a helyszín foglalkoztatja a rajongókat. Egy másik híresztelés szerint a játék egyik legnagyobb újítása az idővonalak keverése lesz. A narratíva évtizedeken keresztül feszül majd, és ez olyan mélységet adhat a sorozatnak, amit még nem láttunk ezelőtt. Lehet, hogy egy fiatal suhanc bőrébe bújunk a 80-as években, majd ugrunk, és már ott vagyunk, hogy egy bűnszervezetet irányítunk, csak 30 évvel öregebben. De akár az is benne van, hogy egy család különböző generációit követjük majd. Apa vagy az anya elkezdi felépíteni a dolgokat, és a gyerekek vagy az unokák fejezik be a művet, akiket persze szintén mi irányíthatunk majd. De mi lenne a sorozattal, ha nem lennének benne érdekes NPC-k? A modern GTA játékokban a sztori nagyszerű elegyet alkot a játékmenettel. Ahogy haladunk előre, úgy alakul ki a kapcsolat a játékos és a világ között. Tenpenny karakterét szinte mindenki utálta, Lászlóval haverkodni akartunk, Román pedig mindig a legrosszabb pillanatban akart elhívni minket bowlingozni. A széria tele van ikonikus szereplőkkel, és teljesen logikus lenne párat visszahozni. Sean D. Fontano nemrég arról beszélt, hogy Franklin még nem végzett. Teljesen mindegy, hogy gyerekként vagy aggastyánként, de a karakternek még van mit mesélnie. Az is felröppent, hogy egy másik közönség kedvenc, Umberto is feltűnik majd. Ugyan Danny Trejo még nem nyilatkozott arról, hogy a Rockstar felkérte volna, és egyelőre az IMDb oldal is fájdalmasan foghíjas, de a rajongók biztos örülnének a kubai banda vezérnek. Show me you got a big cojones. Szintén sarkalatos pont a grafika. A kiadó az utóbbi években bizonyította, hogy gyönyörű dolgokat tudnak alkotni. A Red Dead Redemption 2 vagy a Max Payne 3 megmutatta, hogy a készítők mit tudnak kihozni a Rage motorból. A vadnyugat szinte leugrott a képernyőinkről, és egy-egy bullet time alatt úgy éreztük, hogy a pillanat soha nem ér véget. Ha pedig itt van a szint, akkor a GTA következő része sem adhatja ez alá. Több forrás is tudni véli, hogy a fejlesztők nagyot akarnak mutatni. Kezdésnek a karakterünk és persze a mellékszereplők fölött eljár majd az idő. A férfiaknál először megjelenik a borosta, majd a szakál, illetve a hajunk is folyamatosan nőni fog, ahogy a játékban telnek a napok. Ha túl sok időt töltünk a napon, akkor lebarnulunk, ha pedig folyamatosan benkuksolunk, akkor megjelennek a sápadtság jelei. De ezzel még nincs vége. Arról is kering pár kép, hogy létező IRL helyszíneket is rekreálnak majd a Rockstar munkat. A rajongók már találtak éttermet, egy rendezvényközpontot és még sok más olyan épületet a Google Earth térképen, amik már szerepeltek kiszivárgott képeken. Végül pedig a kérdés, ami a leginkább foglalkoztatja a közösséget, hogy mikor is kerül a boltokba a Grand Theft Auto 6. epizódja. Egyelőre erről nulla információnk van, csak különböző spekulációkból tudunk tippelni. A legoptimistább eslések szerint 2024 áprilisában már játszhatunk vele, de a borulátóak szerint akár 2025 végére is csúszhat a hivatalos dátum. A valószínű, hogy a Rockstar még ebben az évben mond valamit, de még ez sem tuti. Azt már 2023. februárjában megerősítették, hogy a játék készül, azóta pedig a rajongók folyamatosan nyüstelik a fejlesztőket, hogy valami közelebbit kommunikáljanak már. Egyébként majdnem mindegy, hogy a célpont Liberty City, Vice City vagy egy teljesen új helyszín. Ha marad a bevált recept, akkor a fanok örülni fognak. Az biztos, hogy a hype egyre nagyobb, és már mindenki várja, hogy milyen kalandokba keveredhetünk. Addig is, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok be a csengőt is. Köszönjük a figyelmet, találkozzunk legközelebb is!